ember? Hol vagyok? Mi az Isten? Miért vagyok egy börtönben? Halló? Segítség? És miért van egy Szabi egy börtönben? Dani, hol vagyunk? Ember? Kis? Te vagy ott kint? Mi az a ruha rajtad? Ember? Mi baj ott van? Miért vagyunk itt bezárva egy börtönbe? Husi? Husi? Látom! Jól van, oké, mindegy, nem akarok belegzelni. De mit keresünk egy börtönbe? Hoppá, kétszóra van! Felkelni! Nem hal! Kelje fel! Mi ez? Ez nem hal! Mi a hal? Az nem hal. Hal! Reggeli hal! Nincs reggeli hal, mert reggeli hal. Börtönbe vagyunk. Na, kapjátok vagyunk. A reggelit, kapjátok a reggelit. Na, végre kaja, köszönöm szépen. De várjátok, mert kaphatok egy új cellát kis, légy szíves. Nincs. Miért nem jó velem? Nem szeretnék veled együtt de... lenni. Léci, kis, kérlek, engedj de... ki! Kis, de kérlek, engedj ki! De most mi a bajunk? Egyszer kaja. És nem. Ide pedig kettő kaja. Hol vagytok? Hol kettő kaja? Ide? Köszi. Dupla izét kapok, de jó. Mi ez? Húzom, jó van. Hé, de nekem is hogy. Nagyon jó benne a sok tápérték. Nem. Amúgy egész nem jó. Nem kaptam. Nem kaptam. Én odaadom fekvénynek, mert nem kell víz puding. Nincs ilyen lehetőség. Hát pedig jó lenne, hogy lenne. Edd meg, mert minden egyes másodperc, amíg most nem eszed meg, az plusz egy nap a büntetésedre. Na, szép, látjátok, de vettük már, mit keresünk itt a börtönben? Miért lettünk bezárva? Kis? Nem csináltam semmi illegálisat, én csak unikornisoztam. Hát tudom, láttam. Szóval, tisztázzuk mindenkinek a bűneit. Husi, te macska vagy. Igen. Te, Dani, kérlek szépen, te életveszélye fenyegettél egy ismeretlen kutyát, és egy ismeretlen ember feljelentett téged a rendőrségen, hogy nem fizetted ki neki a 100 000 téget, amit rendelt, és ezért a bolt is feljelentett. Szóval kettő feljelentésért kapták 2,5 életfogytiglant. Én csak előtöttem egy kutyát véletlen. Kus legyen! Jó. Oké? Okay? Most pedig Szabi kettő. Nem mehetsz ki sehova. De. Te pedig fajta hangkodtál unikornisokkal. Hogy képzeled ezt? Hát de szeretem az unikornisokat. De azért a szeretetnek is van egy határa szerintem. Ki merne elsülni? Na, nincs kisülés, ott a sarok. Ha ember! De ide már Dani ide pisíld. Akkor nem. A másik. Ne fogd már rám. De te voltál. Mindenki nyugodjon le. Pihenjetek le, ugyanis 10 perc múlva reggeli torna kint. Nagyon menő, tényleg. Biztos nem fog. Te nem is szoktál tesízni, ember. És te fogod tanítani? Nagyon jó lesz. Jó van, srácok, figyeljetek. Össze kéne valahogy beszélnünk. Be kéne neki tartani, amit mond, meg ilyenek, de utána meg kéne valamikor majd szöknünk. De hogy szökjünk meg, hát... Jézusom. Husnál van egy fúró. Nálam van egy, várjatok, itt a telefonom, de... Jó, hívok segítséget, add ide, add ide, add ide. Nem érdekel. Na, mehet a reggeli torna. Jó, oké. Jó, engedj kifele most. 112. Halló? Halló? Rendőrség? Egy idióta kutya fogságba tart minket. Ha nem teszed le a telefont, akkor ezzel a lézersugárral meg foglak ölni. Jó, ezt hallottátok, ugye? Nem tudsz bejönni. Nem vagyok zárva, kis. Kinyitom az ajtót. Nem tudod. Mi meg kimegyünk. Nem tudod. Jó, oké, akkor Stumble Guys-ozok. Na, de úgyse tudsz bejönni a cellába. Jó, azt a telefont, azt ketté fogom törni. Na, gyerünk! Macska, ide! Aki hirtelen mozdulatot tesz, az porrá tesz! Amit feltakarítod. Ez a rizspuding, ez nem tesz jót. Feltakarítod. Jézusom. De már, ez nem is börtön, ez rendesen kinga. Most pedig... De már, ide jöttem, mit csinálsz? Mondtam, hogy semmi hirtelen mozdulat. Bocsánat. Másik idióta, ide. Szóval... Én vagyok a legnagyobb. Te is fogsz először meghalni. Na, még egy darab unikornist nekem dobsz, akkor komolyan mondom, hogy átlövöm a homlokodat, te! Honnan szerzett unikornist? Hát, mindig van nálam unikornist. Ide figyeljetek, ne játszatok az idegrendszeremmel, mert így is elég vékony. Na jó, srácok, szerintem tartsuk be, amit Kis mond. Most nem azért, nem olyan nehéz. Jó. Tudjátok, amit megbeszéltünk. Na, Kis, igen, mit szeretnél, mondjad? Előre, arra! Megyünk igen. Ki! Jó, mehetünk.
Na jó, van, menjünk ki az udvarra. De várjátok már, miért van bezárva az egész börtön? Nincs kijárat? Hát nincsen kijárat, ez itt egy börtön! Ki látok? Hogy hova mentek? Ember. Na jó, oké. Nézegetsz, ez itt nem egy izé! Ó, bőrletes keresek! Jaj. Kim vagyunk? Nem az. Ott van Husi. Akkor a macska volt ez a nevekor. Találta a fegyvert? Te is megdög lesz! Jézusom! Mi az? Mi az? Ember! Ti ketten takarodjatok arra! Jó! Nem, macska idejön! Macska, menj oda! Haha! Macska megszívott! Ide, és akkor több időt töltettek ki. Jó! Gyere, cica! Van hús, van hal! Gyere, halod, van hal! Gyere, mutatok valamit! Találtam megszökős tervet, gyere! Kövess! Gyere, cic, itt van! Gyere ide, macska! Nem te! Jó, bocsi! Nem, macska! Lehet félreértettem macska szót, szegény. Milyen büntetés lesz? A macska! Na jó, figyeljetek! Jézusom! Ide állj be a sorokba! Kis, adok egy tököt, mert a tök fej vagy. Nem, ide! Szóval mit képzelsz te magadról, hogy te elveszed a fegyvert, ami oda le van rakva? Te most ezért innen nem fogsz kijönni nagyon-nagyon sok ideig. Jézusom. Áú! Na, ne már! Látjátok, így jár, aki szökni akar! Ez az kis, hajrá! Pillanat! Figyelj, tesó, nem kérem, hogy még egy őr? Jelentkeznék. Hát, jól felettelt a... Nem! Szia! Várjátok! Jézusom! Várjátok még, ez legális? Nincsen vége! Nem kap levegőt szerintem. Jó. Menjünk játszani! Jó, megyünk játszani! Segítség! Na jól van. Jössz csocsózni, Dani! Aha, mehetsz, jól van. Én vagyok a piros. Jó, én vagyok a kék. Mehetsz, csicska! Gyerünk! Bum-bum! Bum! Gyerünk! Nyertem! Ne! De... csaló! Van egy sajnálatos rossz hírem! Mi történt? A macska megdöglött. Na! Mi? Hát, na. Gyerünk! Mi van? Minden egyes bedobott labda, az fél napot levesz a büntetésünkből. És hány napos büntetésünk van? Neked 2,5 életfogytiglan, a Szabi 2-nek csak egy. Akkor ez hány ezer? Hát... mi a... itt van a hús, ide kisebb lett. Jézusom, Husi összement, de tök aranyos lett. De ez nem tudom, hogy úristen, ha rádobtad a fejemhez, fát! Na jó, én már bedobtam 126 ezret. Hazamehetek? Én nem tudok addig számolni. Gyertek csocsózni, ki fog nyerni, gyerünk. Na, oké, 2-1. Ne, rossz vagyok. Gyere, Szabi, te vagy a kékkel. Nem, mi vagyunk a kékkel, te vagy a pirossal, ellenség vagy. Gyere ide, de Szabi. De, nem már. Gyere, Szabi, nem, jó lesz. Nem velem fogtok csocsózni, ti egymás ellen. Miért? De nem, te is szállj be. Elvállap téged simán. Azt tudjátok, hogy én már nagyon-nagyon sok ideje itt vagyok nem. Ebben az évben. Vagy most én vagyok a kékekkel, ti idióták, de te vagy a pirossal, baj. De mindegy. Nem. Ja, kajak. Csere! Idióták. Ugye tudjátok, hogy én már sok ideje börtönőr vagyok, és rengeteg csocsó vagy. 3, 2, 1, bum, gyerünk! Gyerünk! Drugd el! Te szart, komolyan mondom! Na, easy. Jól van. Ez hány nap büntetés levonás? Nem, 10. Na gyertek be, most azonnal! Na, a macskával mi zuvam? Megdöglött, mondtam. De miért? Nem megdöglött. Na jó van, várjál Szabi! Figyelj, valamit fedezzük fel, hogy hol lehet megszökni, jó? Jó. Hello. Nem lát. Oda, jaj, ne, ott meg lehet szökni! Ne! Ja. De az jó! Nem akarunk megszökni. Dehogy is, tök jó itt lenni, ez a legjobb börtön. Itt a homokváron. Csak körbenézek. Nem nézel te sehova, mert te is meghalsz úgy, mint a macska. Jó, nyugodj már. Na. Itt egy papagáj. Jaj, megyek már. Tegyél le mindent. Nincs semmi, itt van ez, meg ez, várjátok, tessék. Várjátok meg! Köszi. Tessék, odaadtam mindent. Megdoblak vele. Odaadtam mindent. Találtam valamit a zsebedbe. Mi volt a zsebembe? Egy csapat. Megnézd, ez egy játékpisztoly.
Ja, persze, persze. Add vissza. Tessék. Ez egy játékpisztoly? Igen. Robert neki a popogány. És ő a barátod, ugye? Aha. Nem. Te mondod, ne. Hogy a barátod, szóval nem mindegy, hogy egy játékpisztoly. Miért pol rajta? A papagájon. Milyen papagáj? Nem tudom. Gyere, ide, te csőre szar! Lelőtted a körömpestét. Szerintem nem, ő velünk van. Lehet egy házi állatunk így a börtönben, ilyen kabala állat. Itt van a vállamon. Nincs a válladon utál. Hát dogi. De ne, megfogok na, válni. Jó, nyugi, gyertek, menjünk le. Gyere Szabi. Vissza a cellába. Jó, mehetünk külön cellába, Léci. Nem, én Danival, gyere. Na már, Léci, kérlek, ha nem kelljen oda bemennem. Léci kis, könyörülj meg. Mit a szerte? Odaadom a telefonját. Jó, megfelel. Hát. Jó, oké. Felőlem kis is jöhet. Jó van. Szia kis! Ne! Dani! Dani, gyere már ide, hidd el, itt sokkal jobb. Szeretnétek kiszabadulni, ugye? Jó nem. Lenne. Szóval én azt mondom, hogy vagy aki megnyeri ezt a quizt, amit most fogunk játszani, az kiszabadulhat, rendben? Úristen, jó, oké. Oké, én játszok. Szóval. Na, mehet? Bár ez Szabi 2, te is játszol? Mert legyen bunyó! Nem. Játszok, de mi ez a quiz? Lesz. Jézusom, de abban nem vagyok jó. Hát akkor majd Dani fog szabadulni. Na, első kérdés! Nullával lehet osztani? Igen? Nem. Nem lehet. Mert nullaszor egy az nulla. Nem, az egy. Jó. Ezt te is tudhatnád. Szóval, okay. Szerinted igen, és szerinted nem? Szerintem nem lehet. A helyes válasz Daninában! Kap egy fákját, mint egy pontot. Köszönöm. Hány fákja, hogy túléljem? Mondjuk, mit tudom én, 3 vagy 5, melyikre akarjátok? 3. Legyen három. Jó. Szóval, mi a szar ez? Pakolodjál már innen, papagájszor, szétlőlöd le a pofádat! A papagáj jó, az velünk van. Gyere! Rázta a fejét! Gyere, papagáj! Ide, gyere azonnal! Papagáj, gyere, ki tudom nyitni az ajtót! Papagáj! Ne már! Jó. Papagáj! Kapurodjál már innen! Keress egy fúrót! Menj már innen! Na végre. Szóval, második kérdés! Nőd le! Pillanat, csak keresem a rakétavetőt, hogyha esetleg legközelebb jönne. Szóval, második kérdés! Melyik magyar... Szerintem meghalt a papagáj. Szóval a második kérdés. Ez most az érzelmi intelligenciát fogja tesztelni. Szóval, látunk egy férfit az utcán, aki szomorú. Mit tesz ön? Van a kezében egy rózsa, illetve van a kezében egy pisztoly. Dani? Pisztoly! De hogy de, azt is kell, hogy mit de, csinálok? Igen. Oké, lelövöm, mert akkor nem lesz már szomorú. Nem. Érte? Nem, tessék? Értem, Szabi? Én tudom. Na. Megfogom a virágot, megszagoltatom vele, megdicsérem a haját, a szemét, hogy milyen szép ruhái vannak. Mit van? Mi van? Hát te kis vagy, ember, te ilyet nem csinálsz. Én értek a fiúkhoz. Miért? Én is valahol egy érzelmes ember vagyok, jó? Nem tudtam! Na, jó, mindegy, hagyjuk. Érzelmes kutya. Szóval, következő kérdés. Akkor innentől már kezdődik az ilyen közepes alacsony nehézség. Szóval, melyik híres magyar költőnk írta az Ember tragédiája című művet? Petőfi Sándor. Szabi 2? Ezüst János. Hát a helyes válasz, kérlek szépen, sehol nincs. Madács Imre írta. Ja. Következő. Kölcsei Ferenc. Ó, nem is hallottad a kérdést, de igazad voltatok egy pontot. Köszönöm! Mi van? Na akkor a következő. Ki zenésítette meg a himnuszt? Várom a választ. Nem más, srácok. Na. Ezt
pedig tudom, ezt tegnap néztem YouTube-on. Na, gyerünk! Szabi tudja! Gyerünk! Mondja, Ferenc! Tudja! Honnan tudta? Nem tudom, én ugyanezt választom. Jó, akkor én most jön a döntő kérdés, ahogy látom, ugyanis 2-2 fákja elérhető számotokra! Na már! Nem veleted a Szabi! Hát akkor pedig muszáj lesz jól válaszolnatok! Szóval, mi volt a Minecraft készítőjének, alias Notch-nak a valódi neve? Na már! Úristen! Várják is. Szerintem Marcus Alexei Persson. Várjál, szerinted Szabi? Szerintem Notch. Benne volt a kérdésben. Hát az az igazi neve. Ki nyert kis? De... Szabadok! Te mától kijöhet! És én várjál, is ugye? Várjál! Dani, hogyha te felteszel neki egy szerintem is nehéz kérdést, amire tud válaszolni, őt is kiengedem. Jó, oké. Szóval Szabi, hány unicorn is lesz a végeredmény, hogyha 15x3x2? Micsoda? Jó, mennyi egy meg egy unicorn is? Nem, ez már az előző jó na, volt. Na. Jó, akkor hogyha... 15x2x3 unicorn is, az mennyi unicorn is? 15x mi? Nem. 15x2x3 unicorn is. 89? Nem áll. 90, te idiót. Egyre hát hangulsz. Azt mondtam. Ne! Én azt mondtam, csak félre értettem. Ott van nálad lángszóró. Ja, még 90-et ez a játékaim közt volt. Na jó, tudod mit? Szabi, te is kijöhetsz, de te még nem mehetsz haza, te pedig szerintem várj, mert vicces lesz. Várj, fogd meg a lángszórót, és elhagytatod az épületet, amennyiben megölöd a papagájt. Jó, a papagáj. Eltűnt. Esküszöm, eltűnt. Pedig olyan jó meleg volt. Akkor kifele lehet hazamenni. Sziasztok! Ennyi, kivittük kisnek a börtönét. Jaj, na de hol a kijárat? Kinyitod? Azt nem tudom. Sziasztok! Itt a papagáj. Jó, figyeljetek, mondjuk végül is miénk a börtön? Szabi, te mit csinálsz? Öröm! Kitörik az ujjam. Jó, oké, így is lehetsz. Ó, a papagáj megcsinálta. Srácok, kijutottunk a börtönből, kivittük kis börtönét, úristen. Azt mondja, ebben nem lehet kijutni. De megcsináltuk. Nézusom, nem nem. Srácok, köszi, itt voltatok. Találkozunk szerintem a következő videóban. Sziasztok. Gyere, Dani. Légy szikérjelme.